református istentisztelet, tűz ütött ki egy három emeletes lakóházban, megharapta a rendőrt, ünnepi hangverseny. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 28-án 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomba. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A napokban elkezdtük olvasni Jakab levelét. Ki ez a Jakab? Jakab, így mondja a Biblia, az Úr testvére. Lehet ezt mindenféleképpen magyarázni, ahogyan mi is testvérek vagyunk egymásnak. Kedves testvéreim, szeretett testvéreim, igen, testvérek lehetünk a hitben, de képzeljük el, olvasom a Márk evangélium a 6. fejezetét, valami különlegeset fogunk hallani. Jézus eltávozott onnan, és aztán eljött a szombat, és tanítani kezdett a zsinagógában. Ez Názáretben van. Sokan hallgatták, álmélkodva szóltak, honnan veszi mindezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák, amelyeket ez megtesz? Nem ez az Ács fia? A Mária fia? Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak az édes testvére? Ez a Jakab, akinek a levelét olvastam, aki egyébként a kis-ázsiai, tehát a törökországi gyülekezeteknek írta, az Jézus édes testvére. Egy vérből való. Valamikor nem hitt Jézusnak, hiszen van egy ilyen történet, hogy megjelentek Mária és a testvérek, és haza akarták vinni Jézust, mert hogy bolondságokat beszél. Ebből az állapotból a pünkösd után a lélek segedelmével ez a bizonyos Jakab megtért. És mint az Úr testvére, Jézus édes testvére, így kezdte el lelki gondozni a kis-ázsiai gyülekezeteket, de bennünket is 2000 év távlatából. Mégpedig oly módon, hogy egy olyan bűnünkre, egy olyan problémánkra irányítja a figyelmet, ami fölött elég hamar és elég gyakran úgy átsiklunk, átlendülünk. Ha valaki olvassa a Jakab levelét, javaslom elolvasni. Az első fejezetben és a harmadik fejezetben összesen 4 fejezet van, amiben tanít bennünket, Jakab apostol. Tehát ezekben a fejezetekben bizony ez a drága jó Jakab a nyelv, a beszéd bűneiről tanít. És mondom még egyszer, mi ezen elég gyakran, főleg ma a 21. században, amikor mindenhonnan beszéd áramlik ránk, elég gyorsan túllépünk. Nem nagyon tesszük ezt a gondolkodásunk középpontjában. Na de hát, hogyha egy bibliai levélben 2-szer is az Úr testvére a szavak erejéről, a nyelv bűnéről, az emberi beszéd fajsúlyos dolgáról szól, akkor nem kellene komolyabban vennünk az emberi beszédet? Mert Jakab tudja, amit a Biblia végig üzen, az első lapjaitól a szívünkre helyez, hogy a sátán, mondjuk így, a gonosz entitás, az ellenség számára nagyon fontos az emberi beszéd. Mi az emberek azzal vagyunk különlegesek, azzal vagyunk a teremtés csodái, hogy egymással tudunk beszélni. Figyeljük meg, amikor a gyermek megszületik, alig várjuk, hogy megtanulja anya, apa.
Nem arra tanítjuk meg először, hogy hogyan kell fűrészelni a fát, hanem arra, hogy kimondja, hogy kommunikálva elmondja, hogy hozzám tartozik, hogy megismert minket. És amikor elkezd nőni a gyerek, alig várjuk, hogy kimondja szépen a szavakat, hogy iskolába irathassuk, mert ha logopédushoz kell járatni, az baj. Akkor nem teljes értékű, sejpita drágám. Nem engedem még iskolába. Hát nem tudja kimondani rendesen, hogy jép a jetek, nagyon jó. Minden az emberi beszédben múlik. Az utolsó pillanatunkat is gondoljuk, hogy vajon mit fog utoljára mondani? Vagy mit fognak nekem mondani utoljára? Az utolsó szavak, hú, azok nagyon fontosak. Ilyen fontos az ember számára a beszéd. És ilyen fontos az ellenséged, az embergyilkos, a gonosz lélek számára a beszéd, olyannyira, hogy a Biblia első oldalától kezdődően kihasználja az ember beszédkészségét, hogyan történik a képes beszédben a bűneset. Miért bukik el az ember kényszer hatása alatt? Ez az Ádám és Éva történet. Üti valaki a fejüket? Zsarolja őket a gonosz, hogy nemet mondjanak az Istennek? Nem, hanem beszélgetnek. És ilyeneket mond. Valóban ezt mondta az Isten, hogy nem mehettek a fák gyümölcséről. Mondott ilyet az Isten? Nem. Azért van ezt, tudod, mondja Évának. Ez képes beszéd még egyszer. Azt jelenti az Éva, hogy nő, szó szerint. Azért mondja, hogy elbizonytalanítsa, és ilyeneket mond a sátán. Tudod, azért van az egész, mert Isten irigy. Mutatta Isten az irigységet. Hát az egész világot, az egész teremtettséget a kezébe adja. Azt mondja, sokasodjatok, gyarapodjatok, töltsétek be a földet, te fogod elnevezni az egész világot, ilyen hatalmat és ilyen megbízatást ad az Isten erre, mit mond, hogyan beszél az ellenség. Irigy az Isten. Mert tudja, hogy olyanok lehettek, mint ő. A beszéd eszköz a sátán számára. A római levélben van, Pál apostol azt mondja, tagjaitokat ne állítsátok a gonosz fegyvereként a bűnszolgálatába. Eszköz, fegyver. Tűz ütött ki egy 3 emeletes, 10 lakásos lakóház 3. emeleti lakásában Túrkevén, a Setét Mihály utcában. A város önkéntes tűzoltói érkeztek elsőként a helyszínre, egy vízsugárral oltották el a lángokat, amelyek nem terjedtek tovább. A beavatkozás idejére 14 lakó hagyta el az épületet. Az esethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók is kiérkeztek. A Jászmajkun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az eset idején egy felnőtt és egy gyermek volt a lakásban. Ők időben ki tudtak menekülni. A tűzzel érintett lakás 3 lakója rokonokhoz költözött. Előkészítő ülést tartott a püspökladányi járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben hivatalos személy elleni erőszak büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat lényege szerint a rendőrök 2022. szeptember 26-án 13 óra körül ittas állapotban történt járművezetés miatti lakossági bejelentés alapján megjelentek egy Hajdú-Bihar vármegyei bank épületénél intézkedés céljából. A bejelentő meghallgatását követően a járőrök rejtve figyelték a bejelentésben megjelölt személygépkocsit, amely a pénzintézet előtti szervízúton parkolt, majd látták, hogy egy férfi beszáll a járműbe és elindul.
A sofőr észrevette a szolgálati gépkocsit, ezért a rendőrök elől kitért és haladt tovább. A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával próbálták megállítani a férfit, aki megközelítőleg 1 kilométeren át menekült. A vádlott a lakóhelye előtt megállt, befutott az ingatlanba és bezárkózott a nappaliba. A rendőrök testi erővel próbálták benyomni az ajtót, amelyet a férfi az édesanyja hatására engedett csak el, majd hirtelen a konyhában lévő hűtőgéphez futott, amelyből kivette egy dobozos sört azért, hogy azt megigya. A rendőrök többször is felszólították a vádlottat, hogy vesse alá magát az intézkedésnek, végül testi kényszert kellett alkalmazni a férfival szemben. A vádlott folyamatosan ellenállt, karjait ökölbe szorította és azokat a mellkasa alá húzta, majd megharapta az egyik rendőr ujját, azon nyílt sebben járó, 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést okozott. Az ügyészség a vádlottal szemben 4 év börtönbüntetést indítványozott, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány, a Karcagi Római Katolikus Egyházközség és a Karcagvárosi Önkormányzat szervezésében és támogatásával városunkba látogatott a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, akik egy ünnepi hangversenyt adtak a Szent István Király Római Katolikus templomban. A 140 gyermekkel 41 éve működő Szentegyházi Gyermekfilharmónia és az azt vezető Ház Sándor és családja 2003-ban Magyar Örökségdíjba részesült. Azt hiszem, sokan tudjuk már, nem titok számunkra, hogy a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 1982-ben alakult. Imár 41 éve csengő gyermekhangok, csillogó szemek varázsolják el a közönséget, bárhol is fellépnek a világon, mert a Fili világhírűvé vált. A Gyermekfilharmónia rendszeresen szerepel Erdély, kis- és nagyvárosaiban. Mostanra már több mint 1000 fellépést tartanak számon. Gondolom, így van. Az 1990-es első anyaországi kiszállásuk óta évente 2-szer nyáron és télen külföldi hangversenyeken is utaznak, így hát most itt vannak Karcagon is. A Gyermekfilharmónia elsődleges feladata a hagyomány őrzés. Emellett egy olyan titkolt, nem titkolt céljuk is van, hogy a muzsikaszó, az éneklés, népdalok erejét felhasználva közösséget próbálnak teremteni. Valószínű, sokan feltették a kérdést, hogy egy 7000 lelkes városban, ahol még zeneiskola sincs, hogyan lehetséges az, hogy mégis 41 éve működik a Fini, nem 10-15 gyerekkel, hanem 140-nel. A műsor Bach paraszkántátájával indult és a himnusz, valamint a székely himnusz előadásával ért véget. A koncertet követően Szepesi Tibor polgármester köszönte meg a Gyermekfilharmónia és Ház Sándor zenetanár csodálatos előadását. Hangsúlyozta, hogy sokat kell tanulnunk tőlük, hiszen példát és utat mutatnak azzal, ahogy őrzik magyarságukat. Én azon gondolkoztam, mint menet közben, amíg hallgattam a mosolygós fiatalokat, akik látszik, hogy nagyon fáradtak, és most már lassan a szabad levegőre vágynának inkább. Szóval azon gondolkoztam, hogy Karcagváros számára az önkormányzat, az itt élők számára mindig fontos volt a népzene, a népdal, a népi mesterségek, vagy néphagyományok őrzése, és ezeknek a továbbadása az utókor gyermekeink, unokáink számára. De őszintén meg kell vallanom, hogy nagyon sokat kell még tanulnunk az itt lévőktől. Elhoztak számunkra példát, és utat mutatnak azzal, ahogy eljöttek, ahogy itt vannak, ahogy népviseletben, és ahogy őrzik magyarságukat, ami szerintem mindannyiunk legfontosabb záloga, hogy megőrizzük és továbbadjuk magyarságunkat. Gulyás Zsolt, az egyházközség plébánosa is méltatta a fellépőket, hogy idehozták előadásukban Székelyföldet, valamint tanár úr munkáját, aki igazi népnevelőként példát mutat, aki a lelke ennek a közösségnek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!